Ennek, hogy elsőként köszöntselek Diós Györben. Nyilván egy fiatal játékos számára mindig, én úgy gondolom, nagy dolog az, hogy a DVT-hez igazolhat. Neked milyen gondolatok játszódnak le most a fejedben? Hát igen, szerintem úgy gondolom, hogy tényleg tehát egy játékos azért kezd el focizni, mert tényleg egy ilyen csapatba szeretne játszani, mint a Diós Győr, ilyen fantasztikus nézők előtt. Azért tényleg Magyarországon kimondhatjuk, hogy tehát nincsenek ilyen fanatikus szurkolók sehol, mint itt Diós Győrbe, úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy kellő motivációt tud adni arra, hogy egy ilyen fiatal játékosnak, hogy tényleg sikeres legyen. Mi az a poszt, amin számíthatná rád majd a vezetőedző? Hát én személy szerint védekező középpályás játszok. Ugye ez az a poszt, ahol a legjobbat tudom nyújtani. Mik az erősségeid, mik a gyengéid? Erősségeim az, hogy középpályás létemre jól látok a pályán, és úgy érzem, hogy tényleg védekező középpályás vagyok, emiatt sok labdát is tudok szerezni, és ezek után ebből jól tudom őket megjátszani. Ami gyengesség, úgy gondolom, hogy hát azért sok mindenben kell fejlődni még, de úgy gondolom, hogy még a kommunikáció, ami fontosabb, meg a fejlő játék. Mennyire ismered a csapatot, a csapattársakat? Volt szerencsém pár játékosra együtt dolgozni, mint a Eperjesi Gabival, ő vele a válogatottban, utánpótlás válogatottban, a Voliva Kómanna, vele az MTK-val edzettünk együtt, és ismer még a Bősz Levit, akivel tényleg kiskorunk óta ismerjük egymást, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a kapcsolatok nagy segítséggel lehetnek számomra. Akkor nem lesz gond a beilleszkedéssel. Eddig 2 NB1-es mérkőzéssel léptél pályára, hogyha jól láttam a statisztikákat. Mik a céljaid a következő szezonra, az egyéni céljaid? Igen, mindenképp nekem az a egyéni célom, hogy ne vetsenek az NB1-be, hogy mindenképp berobbanjak, és persze az is, hogy a Diós Győrt segítsem, és minél sikeresebbek legyünk. Még egy kérdés veled kapcsolatban fontos lehet, és a szurkolókat érdekelheti. Édesapád azért nagyon ismert focista, támogatta az ideigazolásodat? Mindenképp. Tehát ő mindig azt akarja legjobban, ami nekem jó. Tehát ő az, aki igazán tudja. Mikor feljött az a lehetőség, hogy ide szerződhetek, akkor egyből azt mondta, hogy ezen nincs mit gondolkodni. Tehát, hogyha jön egy ilyen lehetőség, tényleg ilyen szurkolótábor előtt, tehát Magyarországon nem nagyon tud játszani az ember, úgyhogy hogy ezt meg kell ragadni mindenképp, ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok! Én is köszönöm!